Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Objektív című műsorunkat látják. Műsorunk mai vendégei a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület ifjúsági tagozata, Farkas Csongor, Dóci Kristóf és Cséve Dániel. Köszöntünk titeket nálunk, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi köszönjük. Köszönjük szépen. A mai adásunkban ugye erről az ifjúsági tagozatról fogunk beszélgetni, illetve hogy mi a szerepetek nektek. Kezdjük is az első kérdéssel, ugye mutatkozzatok be, mondjatok egy pár mondatot magatokról, és erről az ifjúsági tagozatról, hogy miért is jött létre. Akkor Kristóf, időrend és sorrendben haladnánk. Jó. Mert Kristóf lépett be legrégebb óta az Egyesületben, utána Dani, és aztán követtem én. Jó, rendben. Én 2021. szeptemberében csatlakoztam az Egyesülethez, úgymint médiás személy, én vagyok a fő fotós, illetve az, aki a posztokat elkezdte írogatni, illetve fellendítette a Facebook oldalunkat. Nekem voltak ilyen ötleteim először, hogy legyen egy TikTok oldalunk, legyen egy Instagram oldalunk, illetve vigyük tovább ezt a fiatalokkal. Egyébként én itt végeztem a Telekibe informatikai ágazaton. Tehát róla mennyit kell tudni igazából, és szeptembertől remélhetőleg tovább bővülünk. Így van. Dani? Én 2022-ben csatlakoztam a Tekélyhez, igazából a nyáron. Hogy miért is? Igazából Kristóf bevett abból a szempontból, hogy igazából engem is érdekelt ez az egész dolog, és próbáltam segíteni mindenben, és hát úgy látom, hogy igazából tudtam is egy keveset tenni, és én is a Telekiben jártam, informatika szakon végeztem. Igazából ennyi. Én 2018-ban kerültem haza Mezőtúra, és a Tekihez pedig most 2023. januárjában csatlakoztam. Én először kommentelgettem mindenféle közléskényszert, vagy közléskényszerből okosságokat, és akkor úgy kerültem be a Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesületbe. Először a elnök úrral beszélgettem, Kovács Attilával, és utána hívtak meg az Egyesület üléseire, és azóta úgy teljesen tagja vagyok ennek a csapatnak, ami nekem nagyon tetszik, mert így a közéleti és politikai ambícióimat itt ezennel ki tudom élni, és utána pedig kialakítottuk ezt egyelőre csak három fővel, reméljük, hogy bővülni fogunk ezt a kis ifjúsági tagozatot, mert azt látjuk, hogy a magyar fiatalok politikai és közéleti szempontból rettentően inaktívak. Ez most úgy néz ki, hogy a számszerűsítjük, hogy a 18 és 30 év közötti fiatalok Közép-Európában a leginkább inaktívabbak a magyar szempontból. Nyilván ez hatványozottan igaz a mezőtúri fiatalokra is, és ezért szeretnénk példát mutatni egyfajta közösségépítéssel, társadalmi összefogással, összekovácsolással, hogy tovább tudjuk ezt vinni, és még több fiatalt úgymond bevonzani, mind a közéletben, mind a politikai életben, mert új generációra szerintünk szükség van. Most itt a korábbi 30 évnek úgymond a vívmánya eredménye az, hogy a magyar fiatalokat gyakorlatilag a rendszer, legyen az kormánypárti, legyen az ellenzéki, az egész rendszeren cserben hagyja, elárulja, mindig csak jó hangzó szlogenek, hogy majd jönnek a fiatalok, hajrá fiatalok, majd a fiatalok megoldják, van egy lendület, van egy fellángolás, utána jön egy csalódottság, majd a kiábrándultság. Ezen szeretnénk először változtatni, nyilván Mezőtúron, kicsiben, egyelőre hárman vagyunk, de reméljük, hogy akkor ez most már exponenciálisan mondjuk nőni fog szeptembertől. Így van. Én még annyit tennék hozzá, hogy mi fiatalok, én 19 évesen, viszonylag sokat tapasztaltam az iskolai élet alatt, hogy mennyire inaktívak a fiatalok így a politikai terén, politikai szinten eltávolodtunk igazából. Ha beszélgetés van a politikáról, illetve a pártokról, akkor általában vita van. Azt azért látjuk, hogy a fiatalok merre húznak, illetve hogy azért egy nyugatiabb világ felé mozdul a dolog. De nyilvánvalóan
azért az inaktivitás az látszódik. Megnézünk egy egyetemet, ott sincs már az, mint régebben, hogy akkor kimegyünk és akkor felvonulunk, stb. Tehát lehetne ilyen példákat mondani. Azt látjuk, hogy egyre inkább változik a világ, egyre inkább az mondjuk a közösségi média, bevonz az embereket, ott éljük ki magunkat inkább, nem pedig a közéletben. Igen, és hatalmas a közönyös az érdektelenség ebben a korosztályban itt a fiataloknál, és tényleg azért vagyunk itt, hogy változtassunk ezen. És hogy akkor mikkel is próbálkozunk változtatni ezen, akkor először majd Dani fog beszélni a társadalmi munkákról, ami úgy olyan tényleges, kézzelfogható eredmény, Kristóf pedig beszélni fog az ilyen online tartalmakról, digitális tartalmaknak a létrehozásáról, közösségi felületekről, úgyhogy át is adnám a szó szerintem Daninak, hogy miket is csináltunk az utóbbi időben. Akkor kezdem. A Tekke ifjúsági tagozat több társadalmi munkába vett részt. Voltak saját szervezésűek, illetve önkormányzati szervezésűek. A saját szervezésű városszépítő akciókban például a Szabadságtér 9 és 10 szám alatt fűnyírással, illetve szemétszedéssel foglalkoztunk, és ezzel is szebbítettük azt a környezetet. A Ligeti tó melletti játszóteret, a Bányatói játszóteret terének a padjait lefestettük, illetve kukáit, ott is szemeteket szedtünk. Utána az első útnál, a Gördeszka pályánál, és rendbe tettük a területet, ez ugyanúgy fűnyírás és szemétszedéssel történt meg. Emellett ugye az önkormányzati városépítési akciókban is részt vettünk. Az első az ugye a szabadságtéri padfestések voltak, a legutóbbi pedig a hídon túli játszótér és annak a híd korlátját festettük újra. Igazából nagyjából ennyi, amiket végeztünk. Igen, fizikailag, amit így látszott, van úgymond, akkor ezek egyelőre ennyi voltak, és akkor ezt majd nyilván folytatni fogjuk, tehát augusztus 1-je van most, és akkor augusztusban pedig tovább folytatjuk ezt a munkát. Kristóf? Én még annyit tennék hozzá, hogy vannak terveink, vannak következő lépcsők, amiket meg kell ugranunk, viszont van egy olyan korlátja ennek a dolognak, hogy amihez nem értünk, az nyilván nem fogunk hozzáfogni, tehát mondjuk nem fogunk flexelni, vagy ilyeneket csinálni a szabadságtéren, hogy helyrehozzuk a dolgokat. Nyilván ez önkormányzati segítség kellene, viszont azon vagyunk, hogy minél többen legyünk, olyan szakemberek, akik értenek is hozzá. Mi ugye fiatalok vagyunk, nem mindenhez értünk nyilvánvalóan, még így fiatalként, tehát hogy nekünk el kell érni azt, hogy minél többen csatlakozzanak. Át is térnék akkor erre a technikai oldalra, ennek a Tegyünk Együtt ifjúsági tagozatnak. Van egy fő Facebook oldalunk, a tekemezőtúr.hu, hogyha így rákeresnek az interneten, akkor így már ki is dobja a Facebook oldalunkat. Továbbá van egy Instagram oldalunk, egy YouTube csatornánk, illetve egy TikTok oldalunk is, ahol megpróbálunk folyamatosan friss tartalmakat közölni, főképp a fiatalok számára. A Facebook oldalunk inkább az idősebb generáció, illetve a választókorosztálynak van megcélozva. Az Instagram inkább ez a 18 és 25 év közötti generációnak van megcélozva. Olyan tartalmakat is rakunk ki, tehát van egy vázlatunk, hogy a Facebookra a komolyabb tartalmak, a kevésbé vicces, az inkább ez a közéleti dolgok. Mi például a TikTokra vagy az Instagramra ezeket a rövid tartalmakat rakjuk ki, amik ilyen egyszerűek, viszont azért megfoghatóak. Tehát mindenki érteni fogja. Úgy lőjük be ezeket. Amiket írunk a Facebookra, az például nem ugyanaz, mint amit az Instagramon van. Illetve nagyon fontos dolgok például ezek a copyrightok. Nagyon sokszor figyelünk arra, hogy amikor összevágunk egy videót, amikor elkészítjük, hogy azokat ne tiltják le. Tehát volt rá például olyan problémánk, hogy Oroszországban nem elérhető a videónk copyright miatt, viszont ezt megpróbáltuk kiküszöbölni, és jelenleg ott tartunk, hogy minden egyes videónk, ami kimegy például, az teljesen jogtiszta, teljesen úgy van összeállítva, hogy az mindenkinek érthető legyen. És ez például nagyon fontos abban a szempontból, hogy megismernek minket, megismerjük a várost, mert rengeteg nézőnk van,
Például a legutóbbi videónk az 20 ezer elérést ért át a Facebookon, ami egy mezőtúri városhoz képest azért egészen kirívó szám, és azt vettük észre, hogy ezeknek a nézőknek körülbelül a 30%-a nem is mezőtúri. Olyanok tekintették meg a videóinkat, akik közelben nem vannak. Tehát tudjuk azokról, hogy budapestiek, törökszentmiklósiak, vannak Németországban is nézőink, főként magyarok nyilvánvalóan, de nagyon érdekes például ezek a tendenciákat megnézve, hogy még mindig ez a kicsit távolabbról néznek minket. De egyre több az elérésünk. Körülbelül 3-4 hónapja kezdtük el a Facebookot is így felturbózni, úgymond, amikor is elértük a 40 ezer elérést az elmúlt 28 napban, ami egy hatalmas szám volt. Jelenleg stagnálunk, ugye a tartalmak ugye naponta érkeznek, ez is az én ötletem volt először, hogy legyen egy alud szint, határozzuk meg, hogy hetente mi legyen a programunk, és akkor a képviselőkkel beszéljük meg egy hétfői ülésnapon, hogy mi legyen az a heti terv. És ez a technikai háttér igazából. Vettünk egy kamerát, mikrofonokat, elkezdtük tavaly az élőadásokat, most azok befejeződtek, de hamarosan elkezdődik egy új évad ennek, új podcast, új felszerelések, új stúdióval. És igazából ez a háttere, lesznek új szereplők, új mesélők, új kommentátorok. Szóval folyamatosan bővülünk, és igazából át is adnám ezzel csomagolnak a szöget. És ezért jó az az egyesület, mert ugye beszéltem a fiataloknak az inaktivitásáról, és arról, hogy a rendszer mennyire mostanában bánik úgymond vele, de az egyesület az nem. Tehát itt mi teljesen egyenjogú partnereik vagyunk, mind a képviselőknek, mind a többi tagnak. Nagyon sok mindenben szabad kezet kapunk, tehát ránk bízzák. Nyilván egyfajta kontroll mellett, hogyha olyan kényes téma van, akkor azt megkérdezzük, jóvá hagyják, stb. De nagyon sok mindenben gyakorlatilag azt csinálunk, amit ugye szeretnénk ezekben a témákban. És ilyenkor látszik azt, hogy igazából ez a fiatalos lendület mennyire jól tud működni a rutinnal és a tapasztalattal, mert a képviselőinknek a nagy része, már mondhatnám azt, hogy ilyen rutinos rókák, és akkor ezt a fiatalos lendületet lehet ötvözni. És ezt szeretnénk a közeljövőben is továbbvinni. Várunk minden olyan segítőkezet, fiatal, időst, középkorú, bármit ezekbe a kisebb akciókba, ahol például teszünk mezőtúrért, hogy a város, amikor lenyugszik a nap, akkor úgymond szebb hely legyen, és közben tudunk például jókat beszélgetni. Ezek a közösségépítő, városszépítő akciók ezért nagyon jók, mert azért Magyarországon a vitakultúra az borzalmas állapotban van, és ilyenkor különböző véleményeket, mondani valókat el tudunk mondani egymásnak, teljesen kultúrát módon, és a végén még az is lehet, hogy közös nevezőre jutunk, kompromisszumkészséggel. Ez nyilván aprólékos, aggulról építkező munka, de mi hiszünk abban, hogy lehet egy párbeszéd ellenkező véleményű emberek között is, és akkor ennek szeretnénk úgymond teret adni, és elkezdeni, amit már is kezdtünk. Ugye beszélgettünk a céljaitokról, illetve ugye a tervekről is, és hogy szeretnétek a fiatalokat, még több fiatalt bevonni ugye az egyesületbe. Ha valaki most így a túri objektív láttán szeretne csatlakozni, vagy megjött a kedve, és szeretne tenni, hogyan tud belépni az egyesületbe? Az egyesületbe belépni viszonylag azért nehezebb, tehát bizalmi alapon működik, de aprólékosan, mint mondtam, bizalmi alapon alulról építkezve, tehát ír bármelyikünknek, ír a tekel Facebook oldalának, vagy bármelyik tagot, képviselőt megkeresi, mi nagyon szívesen látjuk, először elhívjuk egy-egy beszélgetésre, látjuk, hogy akkor mik az elképzelései, mit tud vállalni, mert nyilván vannak olyanok, akik most csak mondok egy példát, lehet, hogy havonta egyszer-kétszer tudnak eljönni pár órára, nyilván nagyon fontos ad is az ő munkai szempontjából, de lehet olyan is, aki heti rendszeressége, vagy heti többször azt mondja, hogy akkor ő ezt tudja vállalni, azt tudja vállalni, és akkor ezeket a dolgokat tisztázva tudunk ugye tovább menni. Először akkor eljött egy ilyen városszépítő akcióra, akár már amit augusztusban folytattunk, akár külön beszélgetésekre, itt az elnök úrra gondolok, mert ő szokta az első körös beszélgetéseket lefolytatni, és utána akkor bekerülhet, ahogy mond, abba a szűkebb körbe, ahol utána megismerhetjük egymást, és akkor tudunk tovább lépni. Tehát keressenek minket bátran és bizalommal, senkit nem fogunk elküldeni. Így van. A YouTube videó leírásában lesz az e-mail címünk remélhetőleg, illetve a Facebook oldalunkon is üzenhetnek minket a tekemezőtúr.hu-n keresztül, de az Instagramon, a TikTokon, illetve hogy a YouTube-on keresnek meg minket, akkor is ezt látjuk, azonnal jön az értesítés, és azonnal tudunk reagálni is.
Többen vagyunk, akiknek van hozzáférése így a Facebook oldalhoz, illetve a közösségi platformjainkhoz, és így azonnal tudunk válaszolni bármilyen írásra. Tehát bárhol. Így van. Beszélgetünk, vagy említettétek már ugye a terveket, hogy miket szeretnétek, mint ifjúsági tagozat csinálni. Így a közeljövőben van-e valamilyen konkrét dolog, amit elképzeltetek, vagy már tervben van a munkálata? Vannak konkrét tervek, mint például most kitűztünk egy személyszedés majd, ahova meg kimegyünk néhányan, és akkor ezzel is szebbé tesszük a várost. Utána a következő hetekre is vannak, de egyébként itt a tervekkel kapcsolatban is szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy nyugodtan lehet üzenni, felhívni a figyelmünket arra, hogy akkor most itt lenne egy probléma, mi lenne, hogyha összefognánk, stb. De itt nem szeretnénk azt, hogy visszaérjenek, mert azért egy-két ember már kaptunk olyat, hogy lehet jönni Újvárosra takarítani, szemetet szedni, akkor kaptunk olyat is, hogy mi csak füvet tudunk nyírni, semmi mást, úgyhogy most füvet nem írunk. Hát, itt az lenne a lényege, hogy közösen, hogyha van egy ilyen probléma, amit mondjuk eddig nem sikerült megoldani, akkor mi oda megyünk, akár egy kisebb koordinációval, logisztikával, és akkor azt megoldjuk egy néhány órán belül. És akkor erre nyugodtan várunk ötleteket, jelzéseket. Én még annyit tennék hozzá, hogy például a festéshez volt hozzá szakemberünk, aki koordinált minket, illetve a tervekhez még vannak olyan terveink, amik viszonylag nem megvalósíthatóak, ezért is szeretném majd elérni azt, hogy 2024-ben ezek a tervek, remélhetőleg majd, amiket kitaláltunk most is, régebben is, azok minél hamarabb megvalósuljanak, amelyek inkább a fiataloknak kedveznének, mert jelenleg azt látjuk, hogy a fiatalok számára, úgymond mezőtúron olyan tervek nem igazán vannak, amik kevésbé olyan költséghatékonyak. Tehát, hogy ez az egyik része, meg az, hogy kevés is van belőlük. Tehát kevés olyan program, hogyha megnézzük a szabadságteret mondjuk, amely itt van nem messze, kevés fiatal van most is jelenleg itt, ami viszonylag egy probléma. Nyári szünet van, ilyenkor az emberek kint lennének az utcán, mennének bulizni, bulizó helyből is kevés van, ugye szórakozó hely, a Diego-nál megszűnt már mióta, van egy nagy szórakozó helyünk is, ezen kívül kifújt igazából. Ezt szeretnénk bővíteni igazából még, amíg ilyen hosszabb tervek. Igen, nyilván itt azért az anyagi erőforrások kicsit másak, mert azért ez fontos tudni, hogy amikor elmegyünk egy ilyen akcióra, és azt mi szervezzük meg, akkor a saját időnket, saját energiánkat és saját pénzünket fektetjük bele, ilyen-olyan támogatásokkal. Tehát most mondok egy példát, az ilyen festés akciók a mai világban már rendkívül költségesek, ezeket nyilván nekünk kell állni, elő kell teremteni, és hogyha tovább gondolkodunk és nagyobb projektekben, akkor nyilván oda az anyagi erőforrásokat először meg kell teremteni, és utána lehet tervezni. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk és megosztottátok az információkat erről az új tagozatról. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Objektív című műsorunkat látták. Ne feledjék, hogy adásunkat az interneten is megtekinthetik. Viszontlátásra!